Változatos programokon vehettek részt azok a gyerekek, akik a vízivárosi zöldvatérre látogattak el vasárnap. Az esemény az Árt Kulturális Egyesület és a Ficsak szervezésében zajlott. Patik Ferenc, a Fiatal Családosok Klubjának projektvezetője elmondta, amikor felkeresték őket a rendezvény támogatására, nem volt kérdés, hogy igent mondanak. Az Art Egyesület kért föl minket, megkeresés érkezett, hogy mint Fiatal Családosok Klubja, a Ficsak Székesfehérvári Alapítványa, szeretnénk a vízivárosi gyermeknapot támogatni. Természetesen igen volt a válasz, nagyon is profilba illő, és különböző kézműves programok voltak jelen, kavicsfestés, hangszerkészítés, illetve nemezelés a gyerekeknek, illetve délután pedig programsorozat várt őket koncertekkel, délelőtt meg még egy egyéb ügyességi feladaton is részt tudtak venni. Az ügyességi feladatokon családok vehettek részt, akik részvételükkel gyermekük oktatási intézményét nyereményhez segíthették hozzá. Az ügyességi feladaton családok nevezhettek, akik pontot gyűjtöttek, a pontokat felajánlhatták intézménynek, és a nyertes intézmény, a vízivárosi óvoda kapott egy ajándékcsomagot, amit játékbeszerzésre használhatnak majd föl. Patik Ferenc hozzátette, várakozásukon felüli sikert aratott az első alkalommal megszervezett vízivárosi gyereknap, és minden gyermek mosollyal távozott a rendezvényről.